Egyszerűbb gyerekkor lesz a témánk, és a vendégünk Faragó Ági, az Egyszerűbb Gyerekkor tanácsadója. Szia, Ági! Sziasztok! Szia! Egyszerűbb gyermekkor neked? Igen, mennyire ez volt egyszerű a gyerekkorod? Egyáltalán nem volt egyszerű, de azt gondolom, hogy a gyerekek gyermekkora most sem egyszerű, mert nem. Még akkor is, hogyha egyszerűnek tűnik, mert hogy annyiféle inger éri őket most már, hogy ettől lesz bonyolult, gondolom, erről is van szó, nem csak egyszerűen arról, hogy nem tudom, ne történjen velük semmi, hanem hogy a gyerek számára könnyen értelmezhető, nem túlságosan sok inger tartalmazó élete legyen, hogyha jól értelmezem az egyszerű gyerekkort. Igen, pontosan erről van szó. Az Egyszerűbb Gyermekkor módszere az egy könyvön alapszik, amit egy amerikai pszichológus pedagógus írt, Egyszerűbb Gyermekkor címmel jelent meg magyarul, és ő Kim Jong-Payne volt az, aki rájött arra, hogy a mai világban annyira sok inger, kiszámíthatatlanság, információ éri el a gyerekeket, hogy elég sok gyerek képes arra, hogy olyan tüneteket fejleszten ki magában, mintha egy trauma érte volna. Tehát úgy reagálnak erre a halmozódó stresszre. És ő dolgozta ki azt a módszert, aminek a segítségével a gyerekeknek a hétköznapi életében olyan egyszerűsítéseket vezetünk be, ami segíti őket, ami megkíméli őket végül is ettől a felesleges stresszről. Tehát nem arról van szó, hogy egyáltalán ne érje őket stressz. A stressz az egy jó dolog, amitől tudunk fejlődni, de a felesleges stressz az, ami pont akadályozza az ő fejlődésüket. És egyébként szerintem nagyon megdöbbentő, én olvastam pár évvel ezelőtt ezt a könyvet, amikor megjelent, hogy nem is gondolunk rá, hogy a sok jó szándék, ugye a sok játék, a sok program, a sok különböző társaság, amit a gyerekeink köré bástyaként felépítünk, az igazából nem biztos, hogy azt a hatást váltja ki, amit szeretnénk. Tehát, néha csak arra van szükség, hogy kimenjenek egy kicsit, így lejátsszák azt, ami történik, vagy én emlékszem, már elég rég volt, de emlékszem, amikor bármi kicsit ilyen traumatikus dolog ért a gyereket, akkor ezt így eljátszott, és akkor jöttek a kis bábok, vagy kis botocskák, hogy és akkor te honnan jöttél, és ez nagyon fontos, és hogyha folyamatosan jönnek az újabb és újabb ingerek, akkor ezt nem tudják megélni, ugye? Pontosan, az egyik ilyen nagyon fontos dolog, amit lehetővé teszünk ezzel az egyszerűsítéssel, az a szabad játék, amin keresztül egyrészt ezeket a kisebb-nagyobb traumákat fel tudják dolgozni a gyerekek, illetve egy csomó olyan készséget, képességet fejlesztenek magukban, amit másként nem nagyon tudnak. Tehát fizikailag is ugye fejlődik a mozgásuk, a kreativitásuk fejlődik, a probléma megoldó képességük, tehát csupa olyan dolog, amit nehéz más módon megélni a gyerekeknek, illetve megtanulni. És hogyan dolgozol te? Tehát hogyan veszel részt egy ilyen folyamatban? Mert gondolom, érkezik hozzád egy család, ahol azt mondják, hogy nem úgy funkcionál a gyerekem, ahogy szeretném, vagy ahogy az neki jó, és akkor mit tudsz te tenni azért, hogy ez az egyszerűsítés, ez jól történjen? Hát elsősorban csoportokban dolgozom, tehát szülőcsoportokat tartok. Van egy ilyen 7 alkalmas szülőcsoport folyamat, amiben végig tudunk menni az egyszerűbb gyermekkornak az egyes lépésein. Van 4 fő eszköz, vagy 4 fő terület, amin végezzük az egyszerűsítést. Ez a fizikai környezet, a ritmus, ahol a kiszámíthatóságot növeljük, az időrend, tehát hogy mennyi program van, és mennyi idő jut a szabadjátékra, és a felnőtt világ kiszűrése, ahol pedig azzal foglalkozunk, hogy mennyi információ, mennyi felesleges információ éri el a gyerekeket, és a képernyő használat is ide tartozik. És ezeken megyünk végig, van ennek egy ilyen elég jól felépített sorrendje, ahol érdemes, ahogyan érdemes haladni. Nyilván ez egy nagyon komplex dolog, ez ebből egyértelműen kiderül, de tudsz-e esetleg valami egyszerű tippet adni a nézőinknek, hogy mi az, ami a leginkább problémás, ami a leginkább traumát okoz manapság a gyerekek számára? Hát az egyszerűbb gyermekkorról sokaknak a fizikai környezet jut eszébe, tehát hogy csökkentsük a játékok számát. Ez egy nagyon hasznos lépés, viszont ez egy ilyen nagyobb lélegzetű dolog, amit érdemes úgy csinálni, hogy az ember elő is készül rá. Ez az apránként leveszek egy kis autót a polcról, ez annyira nem működik jól a visszajelzések alapján, és nem is ez az, amiben összesed, mi dolgozunk. Összesed, reggel felébred gyerek, és nincs ott semmi, csak egy maci. Ez van. Hát majdnem egyébként, tehát egy drasztikus változást meg lehet csinálni, anélkül, hogy a gyereket ezt traumatizálná, mert ő csak azt látja, hogy tér lett, lett hely játszani, és ott van a néhány kedvenc játéka. De mondom, ez egy ilyen nagyobb előkészületet igényel, úgyhogy amit én szoktam javasolni, az a ritmusnak a területe, tehát hogy a kiszámíthatóságot kezdjük el növelni, mert ugye a mai világban
internet, mobiltelefon korában percenként változik a program, még egy kisgyerekes családnál is, mondjuk még ahol nem is dolgozik az anyuka, akkor is nagyon változékony a program, és hogyha tudunk abban segíteni, nem arról van szó, hogy most egy ilyen napi rendet kell kiírni, és ahhoz így vasakarattal ragaszkodni, de ahhoz például, hogy a gyereknek reggel elmondjuk, hogy ez lesz ma a program, és ha esik az eső, akkor nem játszótérre megyünk, akkor bent maradunk, de hogy körülbelül ezt fogjuk ma csinálni, az már egy nagyon nagy segítség, hogy őt megnyugtassuk, hogy tudja, hogy mire számít. Egy utolsó kérdésem van, és már csak röviden tudsz rá válaszolni, hogy mi az a korosztály, ahol ez a beavatkozás még sikeres lehet? Tehát, hogy hány évestől hány éves korig, igen? Hát kiskamasz korig azt mondanám, hogy könnyű, utána is alkalmazható a módszer, csak utána már sokkal több interakciót, meg óvatosságot igényel, és azt szoktuk mondani, hogy egy éves kortól érdemes mondjuk a szülőcsoportban elkezdeni dolgozni, addig más életet él általában egy család. Köszönjük szépen!